Jó estét kívánok! Sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket. 2022. szeptember 26-a van. Önök a Kistérségi Televízió Szárszói stúdiójának műsorát látják. Mai műsorunkban tájékoztatókat hallanak aktuális témákról. Először Fekete János polgármester úr, majd Tóth Zoltán jegyző úr mindenkit érintő aktuális tudnivalókról beszélnek. Őket követi dr. Bancsakovszky Gábor, a jogi, ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke. Németné Szabó Magdolna, turisztikai referens a nyár eredményeiről, tanulságairól beszél. Végül összefoglalót látnak a szeptember 10-i szüreti felvonulásról és báról. Műsorunkhoz jó szórakozást kívánok! Kérem, tartsanak velünk! Kérem, hallgassák meg Fekete János úr, Balatonszárszó polgármesterének tájékoztatóját az elnyert pályázatokról. Jó napot kívánok! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Balatonszárszó lakosságát és a kedves tévénézőket. A 2022-es év pályázat, megnyert pályázatról szeretnék egy-két szót szólni. Januárban ki lett írva a Strand 5-ös pályázat. Ezt szerencsésen megnyertük, 30 millió forintot kaptunk pályázati díjba. Ebből megújult a központi strandunk bejárata, a kerítés, 560 négyzetméter viakorolt raktak le a szakemberek, 2 darab 12 férőhelyes megőrzőt, értékmegőrzőt vettünk belőle, és lett készítve egy bicikli pihenőpont strandon kívülre, ami egy okos padot tartalmaz, ahol lehet tölteni a telefonokat, az elektromos bicikliket. Egy ibókút került oda, és egy szerelőpont. A Magyar Falu programban 12 milliót nyertünk az úgynevezett Pesti Ház felújítására. Itt tetőcsere lesz, és nyílászárókat kell kicserélnünk. Igaz, hogy nem sok pénz, de próbálunk bele gazdálkodni. A TOP plusz pályáton belül az óvoda energetikájára kaptunk 88 millió forintot. Ez azt jelenti, hogy a nyílászárók cseréje megtörténik ebből, a szigetelés, korszerűsítik a fűtésrendszert. Ugyanebben a pályázatunkban nyertünk még 40 millió forint tetőfelújítást az óvodára. Őt szeretnénk, hogyha a régi napelemeket leszennénk, és visszaraknánk az új tetőre, és ebben tudnánk ellátni az egész óvodának a fűtését és a világítási rendszerét. A TOP plusz pályáton belül, keretein belül önkormányzatunk nyert 200 millió forintot a közösségi házunk felújítására. Ami nagyon ráfér szegényre, mert a hátsó rész az nagyon össze van zuhanva. Ebből a 200 millió forintból 10 millió forint viszont az udvar átalakítására, zöldesítésére fogunk fordítani. A TOP program keretében új bölcsödénk is hamarosan kész lesz, már csak a működési engedélyt várjuk. Az azt jelenti, hogy egy-két héten belül átadásra kerül az új bölcsödénk, amit 130 millió forintból lett megcsinálva. Ezen kívül még volt egy 5 millió forintos biakolós pályázatunk, amit megnyertünk, és ezt a Gárdonyi utca és Arany János utca utcára fordított, járda felújítására fordítottuk 330 négyzetméterbe. Ezzel kellett tennünk még önerőt 8 millió forintot. Hát reméljük, hogy ezen kívül még ebben az évben hát sikerül majd pályáznunk, ami nagyon nehéz dolog lesz, mert most bejött a háborús helyzet itt a szomszédban, Ukrajnában,
és ezért nagyon nagy megszorítások lesznek önkormányzati szinten is. Nekünk is első dolog lesz, hogy a családosokat és az időseket kell támogatnunk. És ebből kifolyólag a beruházásokat vissza kell vennünk. Hát további szép napot kívánok önöknek. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Viszontlátásra! Beköszöntött az ősz, korábban sötétedik, többet tartózkodunk a lakásunkban, több villamos energiát használunk, hamarosan fűteni kell. Bizonyára sok embert foglalkoztat a kérdés, mivel, mennyiért tudunk fűteni. A következő percekben Tóth Zoltán jegyző úr néhány közérdekű tudnivalóra hívja fel a figyelmet. Köszöntöm a Szárszó TV nézőit! 2022. szeptember 10-től új feladatot kaptak az ország jegyzői. Hatósági bizonyítványt kell kiállítanunk a lakások rendeltetési egységek számáról. Ezúton tájékoztatok mindenkit, hogy a megjelent a Facebookon, illetve a hivatalos más csatornánkon, a balatonszárszó.hu oldalon egy formanyomtatvány, illetve egy tájékoztatóanyag. A tájékoztatóanyagot legyenek szívesek végigolvasni, és a kérelmet ennek megfelelően kitölteni. A kérelemhez kapcsolódnak különböző nyilatkozatokat, amiket legyenek szívesek szintén elolvasni és bejelölni, ami önökre vonatkozik. A tájékoztató anyagban, amit fontosnak tartok kiemelni, hogy az egyik kollégánk már elkezdte a helyszíni ellenőrzéseket, és a kérelmezett ingatlanokban, amelyek nem minősülnek társasháznak és lakásszövetkezetnek, minden lakást megvizsgálunk, ami 2, illetve 4 lakás részre, lakóegységre osztható. Ezzel pedig az ott lakók a kedvezményt igénybe tudják venni a gázszámla fizetésükkor. Kérem a tisztelt lakosságot, hogy az eljárási idő rövid ideje miatt fokozottan figyeljenek oda arra, hogy mikor küldünk jelzést arról, hogy a kollégánk mikor fog helyszíni ellenőrzést tartani az adott ingatlanban. Egy következő nagy léptékű feladatot kapott valamennyi önkormányzat jegyzője, az pedig a 2022. évi népszámlálás. A 2022. évi népszámlálás október 1-e és 16-a között elektronikus úton, interneten keresztül lehetséges a lakosok részéről megoldani, illetve október 17 és november 20-a között Balatonszárszó, Köcse és Nagycsepely településeken népszámlálók fognak minden egyes címre bekopogni, becsengetni, illetve értesítőket hagyni, hogy a népszámlálási feladatukat végre tudják hajtani. Ebben kérem a tisztelt lakosság segítségét, hogy minél gyorsabban és minél zökkenőmentesebben tudjuk végrehajtani e feladatunkat. Természetesen, aki esetleg nem tudott, vagy nem valamilyen oknál fogva nem tudta a népszámlálót beengedni, illetve elektronikus úton a népszámlálási kötelezettségének nem tudott eleget tenni, az 2022. november 20 és november 27-e között a hivatalban eleget tehet neki. A legutóbbi rendkívüli képviselőtestületi ülésén Balatonszárszó nagyközség önkormányzatának képviselőtestülete felhatalmazott arra, hogy a zajkeltő tevékenységek végzésének időbeli szabályozásáról egy új rendeletet készítsek elő. A rendelet előkészítésével kapcsolatban megkerestem a Somogy megyei kormányhivatalt, és arról adtak tájékoztatást, hogy közbenső szakhatóságokat kell megkeresnem, illetve megküldenem a rendelet tervezetet. A rendelet tervezetek megküldésre kerültek, és előre láthatóak 2022. novemberi rendes testületi ülésen a rendelet megtárgyalásra kerülhet a képviselőtestület által.
Ez év elején megkeresett a Szászó TV, és egy anyagot készített velem, hogy mit tervezek 2022. évben a hivatallal kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban egy örömteli hírről kell, hogy hírt adjak, hogy 2022. évben úgy néz ki, hogy a Szászó TV stúdiójának digitális átálláshoz kapcsolódó készülékek beszerzése le fog zárulni, és ezért egy új és egy modern stúdiónk lesz 2023. január 1-től. A másik felvállalásom, hogy a közös önkormányzati hivatalnak az épületének a világítás és fűtés korszerűsítése megvalósulhasson. 2022-ben a soron következő rendes testületi ülésén a képviselőtestület terv készítésére és kivitelezés elvégzésére ajánlatot fog kérni, amely alapján 2023 évben megvalósulhat a hivatali épület világítás és fűtés korszerűsítése. Köszönöm a figyelmet, további szép napot és szép estét kívánok mindenkinek! Dr. Vancsakovszky Gábor a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökétől már több alkalommal hallottunk Balatonszerszó nagyközség pénzügyi helyzetéről, lehetőségeiről tájékoztatott. Kérem, most is hallgassák őt figyelmesen. Tisztelt nézők, kedves érdeklődők! Köszöntöm Önöket Balatonszerszó nagyközség önkormányzata nevében. Dr. Vancsakovszky Gábor vagyok, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság vezetője, és szeretném tájékoztatni Önöket az önkormányzatunk aktuális pénzügyi és gazdasági állapotáról. A tájékoztató aktualitását az adja, hogy a nyár és az idegenforgalmi szezon végével már látjuk a legfontosabb számadatokat a bevételek, kiadások és a befolyt adók tekintetében. Ezek a legfontosabb pénzügyi adatok, amelyek befolyásolják az önkormányzat gazdálkodását. Nézzük a számokat az augusztus 31-i állapot szerint. Az önkormányzathoz 2022. augusztus 31-ig 863.783.555 forint bevétel folyt be. Az önkormányzat bevételeinek egy részét a helyi adók teszik ki, amelyek a tervezethez képest 79,8%-ban teljesültek 2022. augusztus 31-ig. Az önkormányzat működésre 428.985.019 forintot fordított, amely tartalmazza a dolgozók bérelemeit és járulékait, a zavartalan működéshez szükséges kiadásokat, például a rezsiköltségeket, illetve beruházásra, felújításra 143.940.076 forintot adott ki. Az önkormányzat bankszámláinak egyenlegei 2022. augusztus 31-i állapot szerint a következők voltak. Elkülönített pályázati bankszámlán 155.138.885 forint, az önkormányzat saját bankszámláján pedig 133.126.560 forint volt. Mindez összesen 288.265.445 forint. Az idei turisztikai szezon végével hasonlítsuk össze, hogy alakultak a strandbevételek az elmúlt években. A grafikonból kitűnik, hogy eltekintve a 2019-es szezontól folyamatosan növekvő tendenciát mutatnak a bevételek. Az idei nyár az eddigi legnagyobb árbevételt produkálta, azonban a tavasz óta folyamatosan emelkedő árak miatt a kiadások a vártnál jobban emelkedtek. Talán még szemléletesebb az oszlopdiagram, ahol jól látszik az egyes évek kiadásainak és nyereségének az összehasonlítása. Az elmúlt három évben a pandémia ellenére is látható egy körülbelül 15%-os évenkénti növekedés. Az önkormányzati bevételek szempontjából lényeges adó nem az idegenforgalmi adó is. Az elmúlt években koronavírus világjárvány miatt ennek az adónemnek a beszedésére vonatkozó jogszabályt többször is módosították. 2020-ban például teljes egészében szünetelt az adófizetés, csupán egy 4 millió forint összegű kompenzációt kapott a település a központi költségvetésből.
a 2021-es évben is csak július 1-e után szedhetett idegenforgalmi adót az önkormányzat. Ekkor 73.214 vendégészakára 18 millió 475 ezer forint volt a befizetett adó. Az idei szezonban ez idáig 68.243 vendégészaka mellett az idegenforgalmi adó az előirányzottnál majdnem 50%-kal magasabb, 29 millió 330 ezer 180 forint. Bár a körülmények nem túl szerencsések, hiszen egy világjárvány után most egy gazdasági válság kapujában vagyunk, ezek a számok azt mutatják, hogy a helyiek vendégszeretete, valamint a turisztikai és idegenforgalmi szakembereink hozzáértése megoldást jelenthet erre a helyzetre. Összességében megállapítható, hogy önkormányzatunk gazdálkodása továbbra is biztonságos, a pénzügyi helyzetünk stabil. Megérkeztek az első rezsiszámlák az önkormányzathoz, amelyek már a megemelt energiaárakat és azok költségeit tartalmazzák. Be nem tervezett többletkiadásokat jelent továbbá az infláció miatti áremelkedés és a magas üzemanyagárak is. Bár megfelelő tartalékokkal rendelkezünk, szükség lesz rá, hogy az önkormányzat áttekintse a gazdálkodását és stratégiát dolgozzon ki egy takarékosabb, spórolósabb működésre. A jó hír az, hogy az önkormányzatnak továbbra sincs tartozása, nincs hitele és nincsen adóssága sem. Az elmúlt évekhez hasonlóan a sikeres pályázatoknak és gazdálkodásnak, valamint a beruházásoknak köszönhetően az önkormányzat vagyona tovább gyarapszik. Fontosnak tartjuk, hogy a nagyvilágban zajló események következményei ellenére is meg tudjuk őrizni ezt a fejlődést és gyarapodást. Köszönöm, hogy meghallgattak. Németné Szabó Magdolna turisztikai referens májusban tájékoztatta kedves nézőinket a központi strand fejlesztéséről, lehetőségekről, tervekről. Most, a nyár végén megkértük, összegezze, hogy milyen tapasztalatai vannak a felújító stranddal kapcsolatban, a vendégek hogy vélekedtek a strandról, a programokról, hogy érezték itt magukat. Jó napot kívánok, köszöntöm a Szárszó TV nézőit. A Szárszó TV szerkesztőségétől azt a feladatot kaptam, hogy értékeljem a 2022 évi Balaton-Szárszói nyári turisztikai szezont. Az elmúlt évre visszatekintve 2021-ben egy nagyon jó szezont hagytunk magunk mögött, és természetesen bizakodva, optimistán tekintettünk a 2022 év elé. Minden turisztikai felmérés azt mutatja továbbra is, hogy a nyári időszakban a Balatonra elsősorban a strandolás miatt jönnek a vendégek. Fontos nagyon számunkra, hogy a strandjaink felkészülten várják a vendégeket, különösen a központi strand, hiszen a központi strand fizetős és kiemelt figyelmet érdemel. A vendégekkel az évek folyamán mindig beszélgettünk, hogy érzik magukat, mit szeretnének változtatni, esetleg fejleszteni. Minden évben apró fejlesztésekkel rukkolunk elő, köszönhetően a kisvárosi strandfejlesztési pályázatoknak. Idén a központi strand bejárata újult meg, illetőleg a strand előtt közvetlen egy új kerékpáros pihenőpontot alakítottunk ki, ahol egy okospad is lett kihelyezve, amely még Balatonszárszon nem volt, és ennek a fejlesztésnek nagyon örültünk. Az idei évben is a központi strand a Kék Zászló strandminősítési versenyen elnyerte a maximális 5 csillagos minősítést, ezt már harmadik évben kaptuk meg. Ennek a minősítésnek nagyon-nagyon örültünk, hiszen nem csak a vendégek elismerése, hanem a szakmai elismerés is fontos. Ebben az évben az időjárás egy kicsikét megviccelt minket, hiszen 4 hétvégén is igen rossz szezon volt. Ennek ellenére közel 6 millió forinttal nagyobb lett a bevételünk. Ez köszönhető annak, hogy július 1-től áremelés volt, viszont a vendégszámban körülbelül 10% visszaesést tapasztaltunk. A pár évvel ezelőtt a központi strandon elkészült a 450 négyzetméteres nagy stég, mely egy új rendezvényhelyszín is lett Balatonszárszon, így idén is megtartottuk a Klasszaparton fesztivált, immár második alkalommal. Az elmúlt évben 3 koncert volt, ebben az évben pedig 6. 3 komoly zenei és 3 gyerekkoncert volt. Ennek nagyon-nagyon örültünk, hiszen ez színesítette Balatonszárszó programját. És akkor beszéljünk a programokról. A Covid tulajdonképpen
azt a helyzetet teremtette elő az elmúlt két évben, hogy hiába próbáltunk szervezni rendezvényeket, nem lehetett. A tél folyamán a szabályok egy kicsikét enyhültek, és próbáltunk már télen, különösen tavasszal minden rendezvényt megszervezni, és sikerült is. Télen már a disznóvágást is, illetőleg tavasszal a nőnapot, a borversenyt, a majálist, a gyereknapot. A nyári szezont pedig sikerült meg elkezdenünk ismételten a halfőző versennyel, és a nyár folyamán minden nagyobb rendezvényt megszerveztünk. Hát sajnos a rendezvények lebonyolításában is az időjárás egy kicsikét megviccelt, mert richtig hétvégén voltak rossz idők, és ez nekünk újra tervezést jelentett, de megtartottuk programjainkat. Nyár végén, augusztus 27-én a 15. Lecsó Fesztiválra zártuk a szezont, illetőleg szeptember 10-én jó időben a Szüreti Mulatságot. Az, hogy a jövőben milyen rendezvényeket fogunk tudni megszervezni, mi tervezünk, de a Covid és az energia áremelések fogják azt hiszem ezt meghatározni. Így erről önöknek nem tudok most bővebb tájékoztatást adni. Nagyon fontos szerepet tölt be a munkánkban a marketing. Tulajdonképpen ahol mi megjelenünk marketing felületeken, tévékben, az nekünk nagyon-nagyon-nagyon fontos. Igen komoly marketing értéke van, különösen akkor, hogyha nekünk nem kerül pénzbe. Idén is történt, a Központi Strandra nagyon-nagyon sok alkalommal, volt egy hetente kétszer is, a Magyar Televízió, az MTVE innét jelentkezett be élő adással, hogyan szolgáljuk ki a vendégeket, milyen programokkal várjuk őket, illetőleg amikor meleg hullám volt, hőségriadó, akkor milyen újdonságokkal fogadtuk a vendégeket. A nyár 22-ben is megjelenhettünk, több rendezvényünket bemutathattuk, többek között az Alkotók Napját, a Néptánc Találkozót, a Sárkány Fesztivált, de nem csak mi önkormányzat, hanem balatonszárszói szolgáltatók is bemutatkozhattak, nagy örömünkre, az Ösztön Pince és a Dézsma Pince is, illetőleg Bónainé Bea kézművesünk. A Dézsba Pince az Essencia házzal pályázott a balatoni strandi büfék legjobbjára, és a legjobb 10 közé került, így a TV2 ellátogatott az Essencia házba, gratulálunk nekik. Több alkalommal sikerült a Kossuth Rádióban beszélgetnem arról, hogy itt Balatonszárszon hogyan fogadjuk a vendégeket, nem csak mi, hanem a helyi szolgáltatók is. Augusztus végén nagyon nagy meglepetés ért engem, a Magyar Turisztikai Ügynökségtől felhívtak, hogy eljönnének és készítenének egy imás filmet, kisfilmet a 15. Lecsó Fesztiválról. Én úgy gondolom, hogy ez egy igen komoly és fontos szakmai elismerés, nagyon örültünk annak, hogy az MTV figyelmét felkeltettük a rendezvényünkkel. Ők eljöttek, és olyan jól érezték magukat, hogy két héttel később a Szüreti Fesztiválon is itt voltak, és nem csak magáról a fesztiválról készítettek riportot, hanem arról is, hogy mi szervezők, hogyan készülünk, hogyan dolgozunk. Azt, hogy ezek a kisfilmek hol lesznek láthatóak, azt majd önöknek természetesen önökkel közöljük, ezt még sajnos nem tudjuk, az MTÜ tájékoztatni fog bennünket. Az idei évre igen jellemző volt a munkaerőhiány, a szolgáltatók is bizony lasszóval fogták a dolgozókat, és mi az önkormányzati dolgozók is tavasszal megszólítottuk a fiatalokat, hogy jöjjenek nyáron, jöjjenek dolgozzanak velünk együtt, ismerjék meg munkánkat. Sajnos csak egy fiatal jelentkezett, ez egy kicsikét elszomorít minket, hisz fiatalok ki a jövő, de reméljük, hogy a jövőben nem így lesz. Igen, jellemző volt sajnos, hogy a vendégek sokkal türelmetlenebbek voltak, úgy nálunk a strandokon, ugyanúgy hallottam a vendéglátó egységektől. Ez egy különösen fontos, hogy ezeket a reakciókat úgy kezeljük, hogy a vendéget ne sértsük meg, és a vendég jól érezze magát. Ebben az évben már több külföldi vendéget láthattunk, de természetesen továbbra is a belföldi vendégek voltak túlsúlyban, körülbelül 80% magyar vendégek voltak, 20%-ban pedig elsősorban németek, csehek, szlovákok és lengyelek.
Jövőre nézve nagyon fontos lesz számunkra a vendégkör bővítése, illetőleg a minőségi szolgáltatásokra való törekvés. Mindezt pedig csak úgy érhetjük el, hogyha az idegenforgalomban érdekeltek szolgáltatók közösen fognak gondolkodni, hiszen közös a célunk. Végezetül meg szeretném köszönni mindazoknak a munkáját, időt, fáradtságot nem kímélve, azon tevékenykedtek, hogy Balatonszászon minél több elégedett vendég legyen. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, mindenkinek jó egészséget kívánok! Ősszel a lábunk alatt roppanó, sárguló levelek és a zamatos szőlő íze mellett mi más juthat eszünkbe, mint a szüret. A szüret, bár elsősorban munka, ünnepnek számított régen és számít ma is, hiszen egy egész évi munka gyümölcsét fogyaszthatjuk el később. Mikor a szüret befejeződött, szüreti felvonulást és bált rendeztek. Választottak kisbírót, bírót, bírónét. Népviseletbe öltözött lányok és legények, valamint maszkot viselők is részt vettek a felvonuláson. Ezt a hagyományt őrizzük Balatonszászon is, ahol szeptember 10-én mulathatott mindenki kedvére a szüreti bálban. Éljük át együtt ismét ezt a fergeteges hangulatot. Elhívtam az összes cimborát, hogy szüreteljük a Vélhegyborát. Lenyelünk vagy tíz felest, nem is járunk egyenest, vigyázz, hogy a tőkét lemegest. A sok száz tőkén jó szőlő akad, felnyög a puttony, majd beleszakad. A présházban nagy a zaj, ömlik a must hagyagaj, drága komám, lenegyd magad. Itt van már a szület ideje, az én szőlős kertem lett a világ közepen. Sülök, forog a sok ember, s haj az Isten, most meg nem vett észhető lesz a szőlőleve. Eljött hát a szület ideje, dagad a sok murcitól a hordom feneke. Ne nézd most, hogy hány az óra, holnap reggel viradóra, mindent megiszunk, mánya a fene. Birka pörkölt, rotyog a tüzön, már az illat is csupa öröm. Felvágva vagy 50 tenyér, gyere öcsém, te is egél, perc múltán nem marad hűtövön. Öntözzük meg ezt a jó kaját, édes rózsám, ide a piát. Kocsannak a pohanak, siratják a boromat, hátra van még a szüreti vál. Halljuk szót, hölgyeim és uraim! Közszíré tétetik, mindenkinek a tudtára adatik. Minek nem előtte, annak nem utána, hogy községünk aranyifjúsága ma nagyszabású szüreti felvonulást rendez, melyre szeretettel meghívunk vakot és árvát, özvegyet és árvát, fiút és lányt, gazdagot és szegényt. Erre-erre falu népe, a kisbíró közelébe, ha nem jönnek közelebb, nem fogják hallani, mit is akarok az elmúlt évről mondani. Pedig van mit mondanom, annyi mint a csoda, remélem nem lesz senkinek sértődésre oka. A mai nap teljen a móka és kacagás enyébe, aki megsértődik, az menjen a fenébe. De most már sorolom az idei eseményeket, felidézzük az évben Szászon történteket. Hosszú a mondókám, kiszáradt a torkom, ezért majd iszom egyet a jó borból. A bíró is inna a szegény pára, de nem mer, mert a bíróné megdorgálja. Ezért most tisztelettel megkérem kedves bírónénkat, engedje közénk jó bírórunkat. Sőt, ha tovább gondolom, bírónénkat is kérem, csatlakozzon. Ürítsünk poharunkat a falu népére, jövőre is legyen szerencsék egymáshoz egészségbe. Köszönöm szépen, a bíró, a bíró, rákezik szak, magyarod, tessék kérem megbecsülni, és a földre lecsücsülni. Kemény, bio, magyarok, kis magusság.
Aranybaszomántos, ezüstgombos, részsarkantyús, valóságos, szép napot! Itt ünneplő közönség vidám mulatságot, jó kedvet, nyájas barátságot. Úgy van. Üzd el tőlünk a szomorúságot, de sokasítsa bőven borunkat, búzánkat. Úgy legyen. A vígságot megadta az Isten, amint látom. Meg is van az itten. Búj és a bánat ki van innen verve. Ott ül minden ajtón az örökvig kedve, látom. Nem járat a lábom. Ezért én mindjárt a bandának szólok. Engedelmet kérek, hogy ilyen hosszú lettem, de úgy megfeledkeztem. Most már valamit kéne mutatni. Nehogy azt mondják, jobb lett volna otthon maradni. Elég volt a rigmus. Hadd szóljon a vígdus. Ne azt nézzék, milyen a dolmányom. Azt nézzék, hogyan jár a lábunk. Húzd rá! Megjöttek a
lány, a szeme úgy ragyog rám, akár a napsugár, a babám, hűséggel hazabán, abba a kis kunyhóban, minden nap csókodár, megnősültem, el is vettem, mert szeretem a babám, ő is szeret igaz szívből, az én párom igazán, a babám, fekete roma lány. A szeme úgy ragyog rám, akár a napsugár. Megnősültem, el is vettem, mert szeretem a babám. Ő is szeret igaz szívből, az én párom igazán. A babám, fekete roma lány. A szeme úgy ragyog rám, akár a napsugár. Neked állj, velem te roma lány. Te inkább főszél nekem, jó romás vacsorát, vagy egyet. Jó ízűt a cigány, aki a vendégeknek minden nap muzsikál. Szalmabálák kerültek december elején szárszókét végére, télapó, kismalac, nyuszi és bikinis lánynak voltak beöltözve. Aki arra ment az úton, mindenki megcsodálta és az arcát a mosolyát járta. Idén is az elektromos rollerek nagy sikert arattak, végre kijelölt helyen, nem a járdán és az árokba landoltak. Aki nem vitte vissza a rollert a kijelölt helyre, annak remélem a pénztárcája futja hitelre. A nyári nagy hőségben a Balaton vize is leapadt, az izzadt testünkre ruhánk is ránk tapadt. Mindenki menekült a langyos vízbe, kilométereket kellett gyalogolnia, hogy úszhasson végre. A büféknél is állt ám a vendégek sora, hogy hideg sörrel mind a szomját oltsa. Milyen volt régen a szüret és a szüreti felvonulás? Hát szépek voltak mind. Mivel volt másabb, mint a mostani világban? Hát másabb volt sokkal. Sokkal, mint a régiek. Mindegyik szüretre ki szokott jönni eddig? Ki szoktam jönni. És hogy érzi magát? Hát öregesen most már. De hát ilyen közönség között jó. Jó egy kicsit kimozdulni. Jó. Úgy sem megyek sehova se. Most már vége van. 90 évnek már nem megy. Ich bin hier aus Deutschland, aber Németországból származom, de most itt élek. Nagyon szeretem, Köcsén lakom, és minden évben eljövök erre a fesztiválra. Itt olyan szép, minden ember együtt van, és Steffner úr nagyszerű ember, neki van a legjobb pálinkája. Szép! Nagyon szép! Már régen járunk a
szárszói szüreti fesztiválra. Kisunokámmal kezdtünk jönni, és nagyon-nagyon élveztük mind a ketten, meg úgy láttuk, hogy a többiek is. És mikor este hazamentünk, megkérdezték a szülők, na Szofikám, milyen volt a szüreti felvonulás és a buli? Hát papa, anyu, nagyon jó volt, apu, nagyon jó volt. Egész nap ültünk a cigányokkal a kocsin, és ettünk, ittunk. Úgyhogy nekünk nagy élmény a szüreti fesztivál. Itt vagyunk már körülbelül 40 éve, 44 éve, és amióta tudomást szereztünk, azóta eljöttünk. Hát nyilván a régi kicsit más volt, de hangulatában én gondolom, hogy ugyanilyen. És mindenki élvezte, aki legalábbis aki részt vett ezen. Milyen különlegességgel készültetek az idén? Hát nem különleges, vaddisznó pörkölte készültünk, kis tarhonyával. Vad, ami általában mindig valamilyen vadat csinálunk ilyen szüreti bárra, hát most így sikerült, hogy egy vaddisznót sikerült föltállalni. Honnét érkezett a vad? Hát ez a Polányi Sanyinak a jó voltából és a Tefner Tibor felajánlásából jöttek a húsok. Úgyhogy őtőlük kaptuk, és nagyon köszönjük nekik. Mennyi idő kellett, mire elkészült az étel? Hát körülbelül egy a 3 óra. Nagyon fiatalok voltak, tehát nem kellett, csak finoman 3 óra alatt megfőztük. Nagyon kellemesen, kellemes az idő. Reggel egy kis eső is megcsapott bennünket. Belőrül a jó fröccs, jó a hangulat, sokan vagyunk. Mindenkinek jutott. Így, hogy most már lassan üres a Bogrács, mennyi adagot csináltatok? Pontosan nem tudom, mennyit adtunk el, de biztos, hogy 20 kiló hús volt. Jó, volt bent csont, színhús én állítom, hogy olyan 18 kiló. Hogy érzitek magatokat idén? Ismételten szuperül. Tánc? Jöttek? Nagyon jól érezzük magunkat, hogy szoktuk. Hányan vagytok így a csapatban? 8-an biztosan erősítjük a cigány társadalmat. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a szüreti báron. Ez az első megálló, három megálló közül. Itt szeretettel fogadunk mindenkit, aki idejön. Itt van ez a kis közösség, még mindig odafigyeléssel készülünk. Mindenki beleadja azt, amit bele tud. Itt nem kell senkinek külön szólni, hogy te gyere vagy hozzá, ott mindenki tudja, hogy amit tud, azt hoz, ami van neki, abból ad, és mindig nagyon szépen összejön itt a kínálat. Úgy érzem, hogy mindenki jól érzi magát. Régen mivel volt másabb a felvonulás? Hát régen annyival volt másabb, hát én ugye köcseiként, ugye még akkor kocsim volt szőlő, feldíszítve, akkor még a kultúrház udvarán még lehetett úgymond szőlőt lopni, föl volt függesztve ilyen hosszú drótokra, és akkor lehetett elcsipni, és akkor akik voltak legények, akik be voltak öltözve, azok elfogták, aki lopott, megbüntették, meg hát sokkal több, mivel még akkor rengeteg ló volt, sokkal több lovas fogat volt. Ami most egy kicsit hiányzik, ugye az a része, hogy sajnos kevesebb a fogat, kevesebb a ló, kevesebb, aki ezzel foglalkozik, nagyon nehéz összeszedni a megfelelő létszámú fogatokat. Augusztus 20-ai tűzijáték az eső miatt elmaradt, pedig folyamatosan hívtuk a meteorológusokat. Ezen a napon mindenki időjósnak képzelte magát, mégis az időjárás becsapta önmagát. De nem estünk kétségbe, Lecsó Fesztiválon fény került az égre. Arany János és a Gárdony utcába készül az új járda, remélem a lábával az út helyett mindenki majd azt járja. Jó lenne, ha a közeljövőben nem csak a Dózsa, hanem a Dózsa György utcában is a járda végre elkészülne. Bíró úrunk nagykorú lett a napokba, Isten éltesse sokáig, most már pálinkát is ihatja bokáig.
mindenki igyon vele egyet, hogy mától erősebbre cserélje teljes flaskát. Velem kocint először, a többi még ráír, bíróra igyunk egyet, mert látom magára még ráfér. Egészségedre, Isten éltesse sokáig! Ha gasztronómia és rendezvények, akkor nekem te jutsz először az eszembe. Először is szeretnék megköszönni minden rendezvényen, ahol ott voltál, és segítettél, és finomat főztél nekünk. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen tettem. Idén mi készült? Idén kétfajta csülök, egy füstölt és egy sima csülök. Comb van benn, lebbens tészta van benn, kolozsvári szalonna van benn, és vörösbab van benn. Egy ilyen pörköltszerűség. Valami magyaros neve is van, de nem tudom, hogy ez olyan hosszú. Körülbelül hány adag lehet? Hát szerintem egy olyan 60-70 adag van. És nem aggódsz, hogy nem fog elfogyni, gondolom? Nem, minden évben idáig teljesen kiürült az edény. Hogy érzed magad most itt a szüretin? Köszönöm szépen, jól örülök, mikor ennyi vendég van, ennyien eszik a főztemet, és hála Isten, mindenki elkízlik mindig. Este találkozunk fent a bálban, remélem. Igen, ott fogunk lenni. Kicsit kiengedette is a gőzt így a nyár végére. Hát igen, vége a nyárnak, egy kicsit jó lesz egy szórakozni, egy picit este, éjszaka. Hála Istennek, nagyon szép időjárásunk lett az idei szüreti felvonulásra. Hát igen, hála Isten, szép idő van. Reggel még azért csöpögött az eső rendesen, de megbeszéltem fönt, hogy jó idő lesz délutára. Ez meg volt rendelve. Zsoltival már csináltunk riportot, hogy megint nagyon finom ételt készített. Igen, nagyon rendes gyerek az én szomszédom, finomat főzött, de biztos szított, szidott is, mert hát egnap is délután idehozták az alapanyagot, és ott kellett hagynom, és hát megjöttek a kedves erdélyi vendégek, és azok velük kellett foglalkoznom, és délelőtt szintén, fél tízkor el kellett mennem, és nem tudnak segíteni, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a Podol családnak is, mert a szomszéd asszony, Ricuka is, meg a Kati néniék is, Rudi bácsi, sokat segített nekünk ebben mai nap, hogy ilyen jól fattul menjen minden. Hogy tetszett a kisbíró szövege? Tökéletes volt a kisbíró szövege, nagyon jó volt. Hát igen, nem a sablonos régi szöveg volt, nekem tetszett, szerintem mindenkinek tetszett. Ha jól hallottam, most vagytok itt először. Így van. Nagyon jól érezzük magunkat. Mi tetszik a legjobban, hogyha valamit ki tudsz emelni? Igazából minden. A kaja, az ital, a hangulat, az emberek. Este jöttök a bálba is? Hát, ha odaérünk, akkor igen. Esetleg szőlőtaposás így friskén? Kiskoromban volt benne részem, de most is bevállaljuk. Eljöttünk megint, eltelt egy év, és most megint itt találkozunk, és hát nagyon-nagyon örülök neki, hogy ilyen jó hangulatban sikerül. A mai világban az, hogy összejönnek az emberek, és meg egy közösség összejön, és ilyen jól érezze magát, az nagyon, nagyon előremutató is, hogy ezt meg kell tartani. Ez az a idő, amit itt eltöltünk Szárszon, ez az embernek egy megnyugvást ad, és egy biztonságot arra, hogy az emberek iránti szeretetben megvagyunk, jól érezzük magunkat, és remélem, hogy a jövőre is így marad. És jövőre ugyanúgy találkozhatunk a szüreti mulatságon, illetve a gulyás főzésen,
és hát igen, a halfesztiválon, a lecsófesztiválon, és ott is mindenkit szeretettel várunk, és várjuk a kedves vendégeket. Mivel volt másabb régebben a születi felvonulás? Hát azzal volt másabb, hogy sokkal több emberkéknek voltak fogatlovaik, azzal dolgoztak, és ők ki tudtak állni a születi felvonulásokra, és az volt a divat, hogy legalább 15-20 fogat vitte a falusiakat, táncosokat, ilyeneket. Úgyhogy most már alig vannak már lovak itt a környékben, és fogat lovak egyáltalán már nincsenek. Nagyon kevés ember, ilyen megszállottaknak vannak lovai, mint én. Úgyhogy sajnos ez van. Igen, ezzel már én is gondolkoztam sokszor, hogy 10 év múlva például hogy fog kinézni egy születi felvonulás. Meddig tudjuk még a hagyományokat tartani? A 10 év múlva már az lesz, hogy traktorokkal, meg ilyen elektromos, esetleg ilyen házi kis traktorokkal ilyenekkel fognak fölvonulni. Már nagyon sok helyen ilyenekkel mennek most is. Ahol nincs ló, ott jó a szamár is, úgyhogy, és akkor ilyen kis traktorok, meg nagyobb traktorokkal, és arra fölülnek az emberek, aztán az ilyen van sajnos már. Ezek a kis öregek, akik abban az időben éltek, azok meghaltak, és most már elektromos világot élünk, úgyhogy ló már csak disznek van, azt lehet mondani, ilyen sport esetleg, sportlovak vannak, meg hát hobbi lovak, hobbiból tartják őket. Ez egy kicsit így szomorú, nem? Főleg így visszagondolni a régi évekre. Hát igen, igen, mert akkor abban az időben azt lehet mondani, hogy minden harmadik háznál volt, ha nem is kettő, de egy ló volt. A öreg bácsikának volt egy pincéje, szőlője, szépen oda kiballagtak. A lóval megkapálták a közepét, megekészték minden, és akkor a ló hasznos állt volt. Meg hazahordta a kukoricát, krumplit, ami mindenfélét szépen, és akkor nyugodtan elétek ezzel az emberkék. Most már nem megy ez, már nincs, kihaltak ezek az emberek, a fiatalok már, hát ezzel a napi munka megvan sajnos, úgyhogy itt aztán nincs karácsony, nincs ünnep, vasárnap, itt etetni kell őket, úgy, mint magunkat. Úgyhogy és oda kell is rájuk figyelni, meg hát én nagyon sokat szántottam a lovakkal, de hát most már nem bírám, de minden lovam jól szántottak szőlőket, szoktuk beszántani, be kellett forgatni, tavasszal kiforgatni, hogy laza legyen, most már lekaszálják egy sutyival, és akkor nem kell a szőlőt már bántani. Úgyhogy ezért nem kellenek a lovak, nem dolgoznak. És ugye, még hogyha modern világot élünk, itt volt ez a Covid-helyzet, és hát visszatértünk, csúnyán hangzik, a gyökerekhez, mert ugye Mikulás lovon, hintón érkezett. Igen, igen, hát igen, ez a nálunk Szóládon a Mikulás az rendben, legalább egy 20-25 éve hordom a Mikulást, úgyhogy nálunk ez megvolt ez a hagyomány, úgyhogy hát máshol is azért ókor-ókor így be el szoktam menni, hogyha nem akkor nap, akkor másnap, vagy így megvolt, hogy ne legyen az, hogy most egyik községben így, másikban úgy, de hát most aztán már, de még mindig ott nálunk Szóládon ez megvan most is ez a Mikulás hordás. Mi kivisztük, nem úgy, mint itt Szárszon, hogy most bementek a parkba az emberek, vagy a gyerekek. Mi ottan minden házan, ahol gyerek volt, kivisztük oda a hintóval a Mikulás, és akkor az bemegy, átadja a gyerekeknek a... Mondjuk a Covid-nál már nem mentek be az udvarba, ez volt, de akkor is volt azért. Úgyhogy ez volt a hagyomány. Régen hogy zajlott a szüret? Hát régen a parasztoknak volt szőlőjük, mondjuk egy pár száz négyszögöl, azt azért volt, hogy házilag, házi, hogy legyen egy kis boruk, és akkor lovas kocsival kimentek, reggel kivitték a szüreteseket, egy 5-6 vagy 10 szüretest, és akkor ilyen fakerekű kocsik voltak, akkor még lovas kocsik, arra fölrakta 2-3 hordót, és abba beleszüreteltek, hazavitték őket,
és otthon megdarálták, kézidarálóval képréselték, aztán szépen átárulták meg, ahogy ment régen a szüret. Most már minden elektromosabban van, szóval most már kombány szedi a szőlőt, meg az présüli ki, és úgyhogy hát igen, így régen így volt, kézi, és akkor ők egy évig legalább el tudták a borukat tárolni, ha sok volt, akkor adtak el ők is belőle. Milyen a lánybúcsúd? Örülünk, hogy itt vagytok. Sziasztok, Kalina Vivien vagyok, és most van a lánybúcsúm. Őszintén nem tudtam, hogy születi felvonulásra jövök, de nagyon-nagyon jól érzem magam. Este esetleg jöttök a bálba is? Szerintem biztosan fogunk jönni a bálba, mert hát így teljes a lánybúcsú, hogy oda is ellátogatunk. Sok szeretettel várunk titeket, és remélem, hogy jól fogjátok érezni magatokat. Szépen, köszönöm, megyünk! A születi szöveg megírásánál is mindenkinek ott volt az alkalom, hogy a kisbíró szövegébe bátran beleszólhasson. De nem nagyon vették a fáradtságot, hogy eljöjjenek, innentől kezdve a Facebookra való posztot ne töltsenek. Gyergyóalfaluból eljöttek hozzánk erdélyi férfiak, otthon hagyták asszonypajtásaikat. Jól tudjuk Erdélyben, deci a feles, garantáljuk, hogy a szárszói pálinka is ugyanolyan heves. A mai nap fokozzuk a kedélyüket, reméljük otthon hagyták a barna medvéjüket. Így on egyen ma mindenki ma bőséggel, mert nem sokára gondja lesz az eltörölt rezsicsökkentéssel. Meg kell húznunk fogyasztásunk határát, hogy ki tudjuk fizetni a villany meg a gázszámlát. Erika! Erika! Engem babám ne sírass, értem könnyed ne hullass, leírják a nevemet a nagy könyvbe, három évig ki sem húzzak a
az idejében harmadszorra szervezzük meg itt ezen az állomás helyen a szüreti mulatságnak. Szerintem egyébként az egyik leghangulatosabb állomás helyét. Az idejében annyi különbség van, hogy most az Ütős Szerszóért Alapítvány nevében sokkal több felajánlást kaptunk így, és olyan hihetetlen összefogás volt az idei évben, hogy konkrétan komplett családok álltak össze, és reggeltől erre az eseményre készültek. Például a Sarang család tárcsán lesütött 30 kg hurkát és kolbászt, konkrétan kenyeret sütöttek a mai napra, és 40 család süteményt is. Volt, aki 10 kiló pogácsát ajánlott fel. Arra emlékszem, hogy a tavaly azt mondtam, hogy páratlan összefogás volt, és nagyon jó hangulat volt. Az az igazság, hogy onnan nehéz fokozni, ahol a tavaly volt, de ez az idén tényleg egyre jobb. Tényleg fantasztikus. Ez igazi szeretem Szárszót hangulat, mert olyan tökéletes összefogás. Az emberek már napokkal ezelőtt megkerestek, bátorítottak, bíztattak, kérdezősködtek, hogy ki mit hozhat. Ma reggel is égett a telefon, és olyan sok ember segítsége, munkája van itt, hogy én ezt elnézését kérek mindenkitől. Azért nem sorolom fel, mert biztos, hogy nagyon sokat kihagynék, de az fantasztikus érzés, hogy ilyen összefogás, ilyen barátság, ilyen szeretet érzékelhető a falunak fenti, lenti részében, mindenhol. Egyszerűen csak nyitott szívekkel találkozunk, nyitott emberekkel, akik önzetlenül mosolyogva adják a támogatásukat azért, hogy érezzék, hogy itthon mindenki jól van, boldog, a sok furcsa hír dacára, minden rendben van, és nagyon köszönjük mindenkinek még egyszer a támogatását. Ez tényleg a tavainak egy sokszorosított változata, és remélem, hogy még sok-sok évig azt fogom tudni ismételni, hogy páratlan összefogás, nagyon jó hangulat, fantasztikus hangulatban mindenkiről tényleg érződik, hogy itthon van, jól érzi magát, és nagyon-nagyon sok új embert látok, nagyon sok új arcot, akiknek külön köszönöm, hogy eljöttek, és remélem, hogy még a régieket is visszacsalogatják, és régi állomáshelyek is felindulnak, felvirágoznak, és újból egy egész napos program lesz a Szárszói Szüreti Fesztivál. Hát régebben a Szárszó Tánc Együttesnek a tagja voltam, sok éven keresztül élvezhettem a társaságukat, és hát most, amióta megszületett a két lányunk, azóta itt szemlélőként tudunk jelen lenni itt a szüreti felvonuláson, de nagyon-nagyon jó a hangulat, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy így is a részesei lehetünk. Nagyon élvezik. A gyerekek imádnak táncolni, szeretik a zenét, úgyhogy lehet, hogy még ők is itt bemutatják a tánctudásukat hamarosan. Akartam mondani, hogy lehet, hogy ők átveszik majd helyetted a stafétát. Bízom benne, hogy így lesz, igen, igen. Ennyi csak nekik is. Örülünk, hogy elfogadtátok a meghívást Erdélyből. Szerintem mindig elfogadtuk a meghívásotokat, hogyha egy mód volt rá, akkor mindig szívesen és szeretettel jöttünk, és jövünk az elkövetkezendőkben is hozzátok. Hogy tetszik a szüreti felvonulás és mulatság? Az igazság az, hogy én nagyon sokszor voltam Balatonszárszón, de szüreti felvonuláson még sosem. És nagyon érdekes, főleg az a része nekem ilyen különlegesen
érdekes és felemelő itt a háttérben is, ugye a falu részek, utca részek összeülnek, gondolom egész nap készülnek, főznek, remélem, hogy nem csak vizet isznak. Közösség kovácsoló, összekovácsoló ereje van. Tehát kimondottan pozitív élmény számomra. Nem, sosem voltam még, nem csak itt, hanem sehol sem voltam ilyen típusú születi felvonuláson, amilyet itt ma átéltem, szerencsére. Milyen nálatok a születi bál? Ja, a születi bál, hát nem szőlőről szól, mert nálunk a szőlő nem terem meg, tehát nálunk a krumpli termesztés a fő növény, amit ültetnek az emberek, ezért annak a kiszedésével kezdődik a születi bál. Hát hasonló amúgy a rendszere, hasonló volt, amíg még rendesen megszervezték. Az emberek összegyűltek, szekerekkel körbejárták a falut, hirdették a szezon végét, és utána persze egy esti táncos mulatsággal zárult, ahol étel, ital és jókedv birtokolta az egész estét. Nem nagy a különbség, tehát amit itt most láttunk, nem nagy a különbség, egy picit a stílusában eltér, ugye van ez a 800 km, azért az érződik, de a nagy részt azért a hagyomány ugyanaz, tehát szezonzárás, gazdálkodóknak ez egy ünnep, begyűjtik az egész éves termést, és hálát adnak a Jóistennek, hogy ebbe az évben is lett egy annyi, amennyit megegyenek, vagy az állatoknak adjanak, úgyhogy szerintem ez egy ünnep. Először vagy itt a szárszói felvonuláson és mulatságon, és nem mint látogató, hanem mint aktív segítője a rendezvénynek. Így van, először vagyok itt, és tényleg segítek. Megfelkértek ugye, hogy segítsek, és hát nem erre számítottam, de amúgy teljesen jó. Mire számítottál? Picit kevesebben lesznek, tök őszintén, de örülök neki, hogy ennyien eljöttek. És hogy itt vannak, és hát sürgés forgás van végig. És neked hogy tetszik? Én nagyon jól érzem magam, én kislánykorom óta kijárok. Én ugye Szárszón is nőttem fel, ide jártam iskolába, és ugye minden évben kint vagyok. Másabb az idei szerinted? Szerintem egy kicsit talán többen vannak, de a hangulat az minden évben tökéletes, főleg itt a sport és a Dózsa-György utca környékén. Ütősiklódi Dorottya vagyok. 3 éve költöztünk ide, és nagyon örülök annak, hogy már 2 éve mi csináljuk a születi mulatságnak ennek az állomását, és annak is örülök, hogy most pár hónapja a barátnőm Csenge az utcában vettek egy nyaralót, és most már hétvégente nagyon közel vagyunk egymáshoz. Bujka Csenge vagyok. Ebben az utcában van egy nyaralunk, a barátnőmmel ugyanabban az utcában vagyunk, és óvodába ismerkedtünk meg, és 7 teljes éve barátnők vagyunk. Én csak a faluban hallottakat regélem el, ki többre kíváncsi, annak személyesen mondom el. Amit itt látják, szép számmal érkeztünk, ott kint a kocsinkat, szekerünket fel is díszítettük. Bíróni asszonyság, mint tündöklő rózsa, akad neki mindig hódolója. Bírórunkat ezt idegen hagyja, ő már csak a borosflaskát szorongatja. De kire adjuk végül a cigány adat, mely a menet végén velünk együtt halad. De kiszáradt a torkom, kentek meg, csak nézik, hisz most mondtam el beszédem végét. Igyanak maguk is, de csak mértékkel, hiszen táncolni, mulatni kell még ma éjjel. A zenészektől és a néptáncosoktól szóljon mostanóta, én meg iszom egyet, hisz elfogyott a strófa. Thank you.
Jó, úgyhogy mindenkit sok szeretettel várunk itt egy kis szőlő taposásra, hogy egy kis mustot tudjunk inni. Fölsőn a Kalipszó étterem teraszán ültünk, mögöttünk a naplemente, Balaton, vitorláshajók. És akkor én átfordultam, megfogtam a kezed, és azt mondtam neked, hogy táncolni hívtalak. Igen, akkor se táncoltunk. És most... Nyári zápor, mondom, hogy tréfa. Ezt látod? Már nevetünk. Szeme színétől, szabadalomától, te
tekintetétől, minden mozdulatától. Vilos festő, minden oly könnyű, magától elbúcsúzni lesz majd egyszer szörnyű. De hagyjuk holnapra a holnap állatát, és ha táncoljuk át az éjszakát. Bah! De hogy kell élni? Ezt is Iván bácsi írta. Okosabban kéne élni, annyit mondhatok. Mondhatok. Nem az a volt, ki megbámul egy csillagot. Egy csillagot. Gyere ki a zöldbe, menjünk együtt holnap délután. Beleharapni a levegőbe óraszám. Okosabban kéne ezt is, azt is tenni még. Ha jön az ember, meg nem árthat semmi kép. Kell a szerelem, de kell még más is. Talapirág és napsugár is. Okosabban kéne tenni egymás életét. Mert még egyszer nem fontos. Okosabban kéne élni, annyit mondhatok. Nem az a bolond, ki megtávol egy csillagot. Gyere ki a zöldbe, menjünk együtt holnap délután. Napsugár is, okosabban kéne tenni egymás életét. Okosabban kéne tenni egymás életét. Na na na, na na na, na na na. Csak a 20 éveseké a világ. Na na na, na na na, na 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 na, na na na. Most önök önnek. Nem csak a 20 éveseké a világ. Ez az! Az úton még koroszkán. Aztán megint mehet minden tovább. Fárasztó sporták, a pénzvadászat, pihenni közben nem lehet. Ez is kell hozzá, az is kell hozzá, ugye embere? Hé-hé-hé, ennek harcos, ne feszítsd ultra fiatat. Szíved megszakad. Lazítanék, próbálj meg lazítanék. Nem győzlek, tanítanék. Hogyan csinálj? Kell egy kis álomszünet időnként mindenkinek. És aztán megint mehet minden tovább. Van még egy, amikor én színvallomást teszek, hogy milyen volt a tegnapi éjszaka, ugye emlékszel? Szeretlek édes, amire képes vagyok, azt mindig megteszem. De már a tempó, amit te diktálsz, nem való nekem. Szép, 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 mikor éljem, hozzám úgy, hogy lelkesem. Szép, nem, nem,
kedves lágerem. Lazítani, próbálj meg lazítani, nem győzlek tanítani, olyan csinál. Kell egy kis álomszünet, időnként mindenkinek, és aztán megint mehet minden tovább. Kell egy kis álomszünet, időnként mindenkinek, és aztán megint mehet minden tovább. Bla 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 bla. Oh, my.
és a kocsonya már a pista pilótja szép asszony. Kétszer ölve a szívem, sőt azt is tényleg meghallom. Kétszer a kocsonya már a pista pilótja szép asszony. Hagyva a közepében a félre, csókint őtte te néged. Most már virágos a vég, nem kell színed az a jég. Kedves nézőink! Mai adásunk véget ért. Legközelebb 2022. október 10-én hétfőn 19 órakor jelentkezünk. A kistérségi televízió Szárszói stúdiójának stábja nevében megköszönöm figyelmüket. Jó éjszakát kívánok!